Ez a kés pár perce még nem volt ilyen éles, de a révész késes műhelyben megtanultuk, hogyan kell profin kést élezni. Hagyományos kézműves picskákat is készített. Főként. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy ezeket a nyílpaneleket teszem rá a bicskákra, és ez így kerül majd rá egy kicsi illesztés után, és akkor el is viszlek titeket ide, elkezdek egy ívet kireszelni bele. És ez az ív fog passzolni aztán ide, és ezt kell elérjük, hogy itt résmentes legyen. Tehát ugye ezt az ívet kövesse, mint igen, ez a fény. Ez a bicska születésének első fontos fázisa. Aztán belekerül a rugó, amit felhúznak, hozzáerősítik a pengét, megcsiszolják, és az egészet felfényesítik. De erről majd később. A révész köszörűs műhelyben vagyunk. E név pedig mára összeforrt a hagyományos magyar bicska készítéssel. A legfurcsább kérdés, amikor a mosógép szerelő műhelyt keresik, de ugye az már megszűnt, és akkor mondom nekik, hogy én akkor bicskákat csinálok, és akkor igen, és akkor beszélgetünk egy csót az agancsnyelű bicskákról például, és akkor elgondolkozik azon, hogy igen, akkor ő szeretne egy agancsnyelű bicskát. Ő Matyi, aki aranyművesként nyergelt át a bicska faragásra, így talán még nincs a kis ujjában az egész szakma, de a gyűrűs ujjában bizonyosan ott van. Tőle tudjuk meg azt is, hogy már a rómaiak is használtak nyitható pengéjű késeket. A révész műhely is jó ideje, pontosan 4 generáció óta készít bicskákat. A családi vállalkozást a tulajdonos Ükapja alapította, aki a budapesti fegyvergyárban került közel a fémekhez, aztán hazaköltözött Dunaföldvárra, hogy csak a késeknek éljen. Akkor neki lett 3 fia, abból az egyik fia az én déd nagypapám, ő ment át aztán később Sárbogárdra, mert ugye Dunaföldváron nagyon sokan voltak 3 késesek, és akkor ő volt az, aki tovább vitte ezt az egész márkát, és utána apukám volt a következő, aki ugye az unokája, mert a déd nagypapámnak csak lánya született, tehát úgymond ott egy generáció kimaradt, tehát én vagyok úgymond az 5. generáció, de gyakorlati szempontból a 4. A bicska készítő família története annyira megihletett, hogy én is át akartam élni a kézműves munka szépségeit. Azt mondtátok, hogy a szegelés az egyik legfontosabb munkafolyamat. Miért? Ez azért nagyon fontos, 2 okból kifolyólag. Az egyik az, hogy jó legyen a tartása a bicskának. Esztétikai szempontból viszont azért, mert a paklin van egy úgymond kis sűjeszték, és azt ki kell tölteni. Tehát amikor elkezdjük elütni a szeget, akkor kialakul a szegfej, és akkor nem lesz csipás a bicska. Csipás az azt jelenti, hogy ha nincs kitöltve, és lecsiszolás után nem olyan szép. Tedd ide a sík felületre, és az a lényeg, hogy a szegnek a túlsó fele az megfeküdjön. És pici ütéseket, ilyen körkörös ütéseket. Igen, jó. Akkor most fordítsd meg. Addig ütögeted, meg fordítgatod a bicskát, míg teljesen be nem ütöd. Hát ezt nekem viszont sokáig tartana. Nem, kicsi kalapány. Ja, kicsi kalapány. De egész jól megy neki. Szóval, ha nem jön össze semmi, akkor... akkor jövök hozzá. Igen. Maskara, körmölő, szalonnázó. Érti valaki, hogy miről beszélek? Annyit elárulok, hogy magyar bicska fajtákról van szó. Ez a grószi maskara, ez a legnagyobb méret. Ez még ugye itt nincs teljesen befejezve. Erős étkezésre, akár vadászati célra is kiváló egyébként. Vagy hogyha valaki az erdőben, nem tudom, egy ársat akar faragni, vagy bármi. És akkor ugye így megyünk lefele, tehát hogy van a nagy maskara, a közép, kisközép, meg a kicsi. Igazából itt az embernek a tenyér mérete az, ami a meghatározó, én azt gondolom. Például az én tenyeremnek ez nagy. Ez a szalonnázó, ez egy másik nagyon kedvelt dolog. Ez kifejezetten étkezésre ajánlatos, tehát ezzel komoly oldalirányú feszítéseket, meg nagy erőt igénylő dolgokat nem szabad csinálni, mert egy vékony kis bicska. Akkor ez a nagyrác bicska, ez hasonló, mint a szalonnázó, csak egy kicsit szélesebb. Ez egy kifejezetten kisebb bicska. Ezt azért szeretik sokan, mert könnyű. Ez kis cakli, ezt úgy hívjuk. Jöhet a rettegett szalagfűrészes formára vágás, ami után mindig érdemes megszámolni, megvan-e az összes ujjunk.
Ha eljutottunk 10-ig, belekerülhet a zsebkésbe a bicska pengéjét rögzítő rugó is. Megint egy kis kalapálás, és kész is. A bicska így végre megkaphatja létének értelmét, a pengét. Először is mindent halálra olajozunk. Utólag nem igazán lehet, mert összeszorulnak az alkatrészek. És ez az olaj akár a bicska élete végéig benne marad? Folyadék és párolog és szárad. Úgyhogy tulajdonképpen vissza kell olajozni mindig egy kicsit. A feleslegt elcsípem, és a penge benne van, és ellenőrizem az állását a bicskának. Hogy egyenesen? Igen, hogyha megnézed, akkor... Tehát egy vonalban kell lenni ezzel a... Nem, teljesen egyenesnek kell lennie, ezt akarom mondani, hanem egy kicsit a pengének előre kell billennie. Az embereknek nagyon komoly lelki kötődéseik vannak, gyerekkori emlékek, akár nagypapától, apukától, hogy bicskával lettek, és olyan közös élmények előjönnek, és akkor ezért az emberek szívesen használnak bicskát a mai világban. Másrészt azért, mert egy életérzés, tehát hogy egészen más bicskával mondjuk az erdőbe elmenni, elfogyasztani egy reggelit vagy egy ebédet, mint mondjuk egy hagyományos kés-villa kombináció. Ezek mire elkészülnek, a legnagyobb része az mind emberi erőforrás. És szeretik azt az emberek, hogy nincs két egyforma darab. Szinte az összes társadalmi réteg vásárol bicskát. Például a juhászok, meg a juhászgazdák, azok nagyon szeretik ugye a kétpengés juhászkést, az egypengés körmölőt. Akkor sokan vadászok például ezt a grószi maskarát veszik azért, hogy ne törrel mászkáljanak. Meg egyébként városi ember is. Tényleg szinte mindenki. Még hölgyek is. Most jön a felhúzása a bicskának, ami a rugóerőt adja meg. Belekerül egy fém darab, beszorítom a satúba, és ott látszik, hogy jön föl a rugó, szabaddá kerül ott a lyuk, és bemegy elé ez a szeg. Ennyi. Megkapta a bicska a rugóerőt. És ilyenkor kell még utána olajozni, még egy kicsit. Ilyenkor még általában nem jó, tehát ilyenkor még általában még kell egy kicsit csiszolászni, igen, jobbra-balra, hogy ne rágjon a bicska, ami azt jelenti, hogy még olyan, mintha por lenne a bicskában, de nincs benne por, csak még nincsenek a felületek teljesen jól összedolgozva. Minél tökéletesebb a felület, annál kevesebbet koptatja magát a bicska. Bekerült a rugó, bekerült a penge, a hátsó szeg, meg minden. Ugye erre már rákerült egy szabadságancs is. Itt kéne szépen egybe dolgozni, hogy jó legyen megfogni, jó legyen ránézni. Igen, ez a következő lépés. Mielőtt befejeznénk a készülő bicskánkat, derítsünk fényt arra is, hogyan lehettem képes, mint egy szamuráj, egy csapással kettéhasítani a papírlapot. Csak egy köszörűs műhelyben válhat ilyen élessé egy kés, ahová kopott pengéjű húsdarálót, néha fodrászollót is behoznak élesztetni. A kérdés azonban az, hogy eszünkbe jut-e manapság köszörűshöz fordulni. Az emberek elhozzák a késeiket élesztetni? Hát a házi asszonyok, tehát a régebbi emberek igen, meg ugye a szakemberek, tehát akiknek ugye munkaeszköze a kés. Tehát szakácsok, esetleg étterem tulajdonosok az étteremben lévő késeket, ők előszeretettel hozzák. Sajnos azonban egyébként azért szoktak le az emberek erről a dologról, mert ugye maga a köszörűs szakma, az nem létező szakma. Megszüntették még a 80-as években. Tehát aki a mai világban köszörűs lesz, az igazából vagy autodidakta módon tanul meg, vagy valamelyik régebbi köszörűstől veszi át ugye ezeket az ismereteket. A nagy tömegeknek nincs is meg annyira az igény az igazán éles késre, mert elmennek ugye nagy áruházakba, és pár ezer forintért vesznek egy-egy kést. Pár év múlva inkább kidobják, és vesznek egy újat. Míg ugye a köszörültetés az majdnem annyiba kerül, mint amennyire vette a kést, vagy legalábbis fele annyiba, hogyha mondjuk csak ilyen 2-3 ezer forintos késekről beszélünk. De hogyha egy márkásabb, jobb acélú késről beszélünk, akkor abszolút megéri megköszörültetni, mert minden köszörülés után évekig, hogyha el tudjuk sajátítani a fenési technikát, akkor évekig tudjuk használni probléma nélkül. Először leköszörüljük, tehát levékonyítjuk ugye itt az élnél. De ha megpolírozzuk, hogy kijöjjenek belőle azok a húzások, amit a kő csinál vele, és utána a végén, mivel ez egy fényes kivitelű kés, utána azon a ronykeréken még átjáratjuk, hogy fényes maradjon. Ez egy lassú fordulatú kő, és akkor így megkapja a vízhűtést. Most jön a polírozás. Itt segítségül hívjuk a birkafagyút, az a legjobb. Na most az ott van abba a vödörbe, de ugye itt is van, amit fölhord a kerék, és egy picit a felületet megkenjük ezzel.
Ez mit szolgál? Hát ez tulajdonképpen ez koptatja a pengét olyan szinten, amilyen szinten szeretnénk. Megpuhul a korong pont annyira, amennyire kell. Az otthoni késélezők igazából összekaristolják, átvariálják az élszöget, tehát lehet, hogy a végén még többet ártunk, mint használunk vele. Akkor a legjobb egy fenőkő, egy kétoldali fenőkő egyébként erre a célra, és akkor annak is megvan a megfelelő technikája. A köszörülés az tulajdonképpen az azért jó, mert szépen biztonságosan meg lehet köszörülni úgy egy kést, hogy nem égetjük el az anyagot, nem vékonyítjuk el túlzottan. Az sem mindegy, hogy ki köszörüli, mert régebben sokan házilag otthon köszörülték ilyen-olyan kis köszörűken, és akkor nagyon, tehát hogy túlzottan sok anyagot választottak le, és akkor így hamarabb elkopott a kés. Tehát igen, tehát előbb-utóbb elkopik, de szerintem az egy emberöltő. Kivéve, ha valaki hentes, vagy szakács, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy elkoptatja, mint tudom én, 10-20 év alatt. Köszörülés után a polírozás egy picit vékonyít az anyagon, akkor egészen jó az éle. Viszont a ronykerék az kiszedi az élét. Ugye esetleg sorja van, vagy valami leszedi. Igen. És igazából a köszörülés meg a polírozás során maga az élprofil kerül kialakításra. Aha. És utána a fenés következtében jön létre az a legutolsó élszalag, ami igazából dolgozik, és ugye amikor fenünk, és egy jól kialakított élprofil mentén mindig meg tudjuk fenni ugye a késünket, és akkor kényelmesen tudjuk használni. Tehát aminek már jó az élprofilja, azt meg könnyűbb fenni. Így van. És hogyha végighúzod az ujjat, ezt sokan nem szeretik, mert azt mondják, hogy balesetveszélyes, de hogyha így húzod, akkor semmi baja nem lesz. Így érzed, hogy vékonyabb lett a pengéd, mint mielőtt. Tényleg egészen. Tehát olyan egységesebb a pengéd. Ez már most elég élesnek tűnik, de akkor... De hát ez még nem az igazi. És hogy teszteled, hogy élese? Húzogatja hát, az ember keresztbe? Ugye így meg lehet az ujjadon nézni, hogy egy nagyon picit belekap, akkor jó. Én általában egy papírt szoktam segítségül hívni. Tehát ezt nagyon könnyen elviszi. Újságpapír az. De az újságpapír az igazi, mert ugye ha vékony papírt jól viszi, na akkor igazán jó. Ó, de gyönyörű. Paradicsomon próbáljátok ki. A késünk kiállta az újságpapírtesztet is. Mindig vágó deszkán dolgoz vele, és akkor tök sokára kell megfenni. Az mit jelent? Tényleg meddig? Hát figyelj, hogyha így betartod ezt, hogy nem ér porcelán, mondjuk azt általában, hogyha nővel együtt élsz, akkor nehezebb betartani, mert őket ez nem szokta érdekelni, akkor akár évekig is el tudod használni. Komolyan. Igen. Hát ez a borotva éles pengék hihetetlen titka, amit köztudottan a japánok fejlesztettek tökélyre, de Árpád szerint az övénél élesebb késre tényleg csak a japán konyhában lehet szükség. Közben Matyi már a bicskák utolsó simításait végzi. Itt van egy kis tálka víz, ez mire fog szólni? A tálvízben hűtögettem majd a fenét. Látszik már, hogy kicsit színeződik, akkor gyorsan bele kell mártani a vízbe. Pengét ugye be kell állítani a bicskába. Egyelőre, ahogy látjátok, még marhára nem áll benne szépre, középre. És ezt egy spéci vívjabetétes kalapáccsal fogom elvégezni. A righammerrel. És az a lényege, hogy ellenkező irányból kell ütni, mert ez más erőhatásokat gyakorol a pengére. Ez nem egyenget, ez kiegyenesít ez a kalapács. Az egész folyamat egy végső kozmetikázással zárul, amikor körbecsiszolják, majd fényesítik a bicskát. Így válik némi vasból, fából és szarvasagancsból az ember élethosszig tartó társa.